A Kresszparkban sorakoztak fel a Bird Magyarország elektromos bérrollerei. Az eszközöket egy különleges akció részeként szállították a helyszínre. A roller ez a polgármesterrel névre keresztelt kezdeményezés részeként a fiatalok megismerkedhettek ezzel az új közlekedési forma szakszerű, biztonságos használatával. Mint ismert, a tesztüzemű szolgáltatás április 4-e óta van jelen Dunaújvárosban, és az önkormányzat képviselői folyamatosan várják a városlakók visszajelzéseit, hogy igény tartanak-e a szolgáltatás végleges bevezetésére. A fiataloknak tudjunk adni egy olyan alternatív közlekedési lehetőséget, amelyet ők is élvezettel is használhatnak, illetve hasznukra is lehet. Azt láttuk, hogy nagyon szeretik ezt itt a városban, de azt is láttuk, hogy voltak többször olyan esetek, amikor balesetveszélyes körülményeket teremtettek. Szeretnénk azt, hogy, hogyha a fiatalok azt megjegyeznék, hogy nagyon fontos és jó lehetőség ez itt az számukra, viszont ezeket az eszközöket ésszel és felelősséggel kell kezelni. Hogyha így fognak csinálni, akkor a következő hónapban, illetve pontosabban ebben a hónapban, június közepén elindítunk egy szavazást, amit a városlakók tölthetnek ki, és ebben a szavazásban megkérdezzük őket, hogy maradjanak-e a rollerek, vagy ne maradjanak itt a városunkban. A polgármester úgy folytatta, az eddig tapasztalt igényekre reagálva a következő időszakban még több roller lesz majd elérhető Dunaújvárosban, így sokkal több Dunaújvárosi használhatja az új közlekedési formát, melynek hosszú távú meg valósulása csak a többség igényén múlik. Hozzá szeretném tenni, hogy most fogunk majd hozni még elég sok rollert, mert azért azt láttuk, hogy nagyon nagy az igény rá, és nagyon sokan használják, és szeretik is használni, és következő időszakban ennek majdnem, hogy megduplázzuk a számát a rollereknek, és kell a feltételekkel, amiket itt elmondtam, a balesetmentes közlekedés és a, a tényleg tisztességes és jó helyre lerakott rollerekkel. Én azt gondolom, hogy a következő időszakban is az ő, ő örömükre a fiatalok, illetve talán még nem csak a fiatalok számára is egy nagyon jó közlekedési lehetőséget teremtünk. Az eszközöket Hudi a Bört Magyarországi vezető menedzsere mutatta be a fiataloknak. Mint azt elmondta, ezt a környezetbarát közlekedési eszközt kifejezetten városi használatra tervezték, így szakszerű háttértudással kényelmesen és biztonságosan használható. Ezek a rollerek kimondottan az utcai használat lettek kifejlesztve. Sokkal masszívabb a felépítése az egész rollernek, és a kerekei is megerősített kereke van, ugyanúgy van benne levegő, tehát így a rugózása is jobb, jobban elnyeli a buckákat, mindent kényelmesebb rajta az utazás. A kezdeményezés apropóján Hudi azt mondta, sok múlik a felhasználókon, hiszen egyfajta háttértudást igényelnek a rollerek. Éppen ezért tartja fontosnak ezt az akciót, hogy az érdeklődők megtanulhassák a biztonságos használatukat. Szeretnénk azt, hogyha ha itt ezzel az eseményel megtanulnák azt, hogy hogy, hogy használják rendeltetésszerűen a rollert, Ugye felhívtuk arra is a figyelmet, hogy a parkolás, hogy Tegyék meg, hogy ne zavarjon ez senkit, hogyha mindenki együtt tud működni mindenkivel, akkor ehhez a közlekedési módhoz is hozzá fogunk szokni, úgy, ahogy hozzászoktunk az autókhoz. A lovakról átértünk az autókra, most az autókról áttérünk a rollerekre. Mint azt Pintér Tamás polgármester a rendezvényen hangsúlyozta, a Börd elektromos bérrollerek csak abban az esetben lesznek elérhetők véglegesen Dunaújvárosban, amennyiben arra lakossági igény mutatkozik. Éppen ezért egy szavazást is indítanak majd, ahol a városlakók visszajelzéseit várják a szolgáltatásról.